Közvetlen hangnemben, jó hangulatban zajlott a kedd esti beszélgetés a mindennapi hősnőkkel. A szervezők szerint nem volt egyszerű kiválasztani, hogy kiket mutassanak be, hiszen minden nő hős a maga nemében. Én azt gondolom, hogy a 20. század nagyon sok dolgot adott egy nőnek, de ugyanakkor azt a luxust, hogy valaki csak és kizárólag anya legyen és otthon legyen, ezt elvette. Tehát ennek a lehetősége nincs is meg tulajdonképpen, hiszen akkor nem igazán tudnánk miből megélni, vagy legalábbis nem azon a színvonalon, amit kielégítőnek gondolnánk, tartanánk. Ez persze nem biztos, hogy feltétlenül így van, de amikor az ember része egy társadalomnak, része egy közegnek, akkor ahhoz méri az igényeit is. Tehát össze kell egyeztetnie ezt a két dolgot, nem csak egy színésznőnek, hanem minden egyes anyukának, aki dolgozik. Hogyha az ember támogatást kap a családjától ahhoz, hogy közéleti munkát végezzen, ahhoz, hogy dolgozzon, ahhoz, hogy alkosson, és természetesen ahhoz, hogy anya legyen, akkor mindenféleképpen ezt egy nőnek meg lehet valósítania. Néha úgy éreztem, hogy, vagyis most már úgy érzem, miután a gyerekek elkerültek otthonról, hogy lehet, hogy kevés időt töltöttem velük, de másrészt viszont úgy gondolom, hogy önállóságra tettek szert, és mind a ketten nagyon jól megállják a helyüket az életben. Mondhatom, hogy nehézségek is vannak, de hát mivel a gyerekek egyenként jönnek, akkor ezek a nehézségek mindig csak egy kis lépés. Úgyhogy egy rövid idő után, hogyha megszokja az ember, akkor ez nem úgy néz ki, mint ahogy kívülről kinéz. A program célja, hogy példaképet állítsanak a felnövekvő nemzedékek számára. A Vajdasági Magyar Szövetség Női Fóruma nem mehet el ezek a hölgyek mellett, csak úgy szó nélkül. El kell, hogy ismerjük az ő munkájukat, megköszönni, elismerni őket, hiszen nagyon sokat tesznek a közösségükért, a családjaikért is, az önazonosság tudatú megőrzéséért is adott esetben. Éppen ezért példával kívánunk szolgálni majd a felnövekvő nemzedékeknek is. Egyfajta útmutatást is szeretnénk ezzel kínálni, hogy hogyan is lehet megállni a helyét egy hölgynek a mai életben, a rohanó világban, úgyhogy karriert is épít, úgyhogy családot is épít. Az újvidéki Duna utcai VMS iroda zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel.